Megszületett a hangfoglaló hétfő nyertese. A Hangszeresek Országos Szövetsége, valamint a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége által meghirdetett verseny célja elsődlegesen a fiatalok zene iránt érdeklődésének felkeltése volt. A verseny kiírás szerint Máté Péter Zene nélkül mit érek én című dalát kellett feldolgozni, azt videóra rögzíteni, majd egy videó megosztó portálra feltölteni. 53 iskola pályázott. A szavazatok száma szerinti első 5 helyezett közül szakmai zsűri választotta ki a győztest. Az erkölcsi elismerés mellett egy 1 millió forintos vásárlási utalvány is járt az első helyért. A nyertest 2009. június 15-én hirdették ki. A díjat Andrásik Remó, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára adta át Kokas Ferencnek, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatójának. A díjátadó ünnepséget a szövetség főtitkára a következő szavakkal zárta. Én csak köszönetet szeretnék mondani, köszönöm, hogy általatok részese lehettem ennek a nagyszerű versenynek, illetve remélhetőleg a jövőben inkább mozgalomnak, amit hangfoglaló néven bízunk benne, hogy az egész ország meg fog ismerni.